A Merkantil Bank Liga 10. fordulójában a 7. helyen álló Zalaegerszeg látogatott a 3. mezőköves otthonába október 18-án. A két csapatot 4 hely és ugyanennyi pont választotta el a tabellán, ezért küzdelmes és kiélezett találkozóra számíthattak a szurkolók. Hazai oldalon a Cegléden kiállított Hanslő mellett Engel és Balajti maradt ki, helyettük Burány, Baracskai és Menugun kezdett. A túloldalon a Sopron elleni kezdőhöz képest Grbics és Kovács győrt ki, míg Fodor és Farkas bekerült a zalai csapatba. A találkozót Nazsa Tamás vezette, segítői Kormányos 2 Gábor és Viktorsonyi Gergő voltak. A mérkőzés gyászszünettel kezdődött a közelmúltban elhunyt Bóta Gáspár települési képviselőnek, a Mezőköves Zsóri elnökségi tagjának tiszteletére. A hazaiak remekül kezdték a mérkőzést, ugyanis már a 2. percben óriási lehetőséget dolgoztak ki a Zete kapuja előtt. Baracskai szöglete után Balogh fejelte le a labdát, amit Takács csukafejessel küldött a kapu mellé. Egy perccel később Kulcsár éleszögből elvégzett szabadrúgását kaparta ki Szappanos a jobb kapufánál. A 12. percben ismét Kulcsár szabadrúgása okozott veszélyt, de a középpályás kísérlete 1 méterrel a ketrec fölött landolt. Az első negyed óra végén Kulcsár iramodott meg az egerszegi védők gyűrűjében, majd az átadását Molnár vette át a 16-oson belül, aki egy igazítás után okosan a jobb alsó sarokba helyezett. Tovább engedik, de így is tovább tudta tenni. Molnár ellövi, és ott az első gól, megvan a vezetés! 3 perccel a vezetés megszerzését követően Kulcsár 18 méteres szabadrúgását öklözte ki látványos mozdulattal Szappanos a kapufa bal oldala elől. A 22. percben Baracskai elől tisztáztak az utolsó pillanatban a védők. A vendégek a 24. minutumban veszélyeztettek először, amikor is Kroner szabadrúgását Kunsági hárította szép mozdulattal. Ezután hosszú ideig nem forogtak veszélyben a kapuk a kitűnő iramú összecsapáson, viszont a hajrában ismét megélénkült a játék. A 39. percben újfent Kulcsár szabadrúgása után alakult ki komoly lehetőség, de Takács szorongatott helyzetben a keresztléc fölé bólintott. A villámgyors ellentámadás végén Babati jobb alsó sarokba tartó löketét fogta meg elvetődve Kunsági. Egy perccel később Kulcsár sarokrúgása után Szeles elé keveredett a labda, aki háttal állva emelt kevéssel a léc fölé. A félidő utolsó előtti percében a kezdőkörben labdáért harcoló Balogh fájdalmas arccal huppant a földre. A kövesdi védőt az eset után mentővel szállították kórházba. Fordulás után a zalaiak kezdtek jobban, és 5 perc elteltével Délceg csúsztatása után Wittmann fejelt kapura, azonban Kunsági lehúzta a léc alá tartó labdát. Az 57. percben nagy egyenlítési lehetőséget puskáztak el a látogatók, miután Wittmann lépett ki a leshatárról, majd óriási helyzetben centikkel a kapu fölé bombázott. A lövés után lemaradt a támadó, aki bokasérülés miatt szintén hordágyon hagyta el a pályát. A 63. minutumban Kulcsár 20 méteres szabadrúgását hárította könnyedén a zalaiak kapusa, majd újabb 2 perc múlva Menugunk tüzelt a kapu mellé. Ezt követően is hatalmas küzdelem zajlott a pályán. 10 perccel a meccs vége előtt eldőlhetett volna a 3 pont sorsa, ugyanis egy szép hazai akció végén Balajti lépett ki remekül, és a lövés pillanatában hátulról rácsúsztak a 16-oson belül, amiért a játékvezető büntetőt ítélt. A 11-est Kulcsár vállalta el, viszont a rosszul helyezett lövését Szappanos kiütötte a bal kapufa mellől. A szöglet utáni kavarodás végén Szeles lövésénél ismét a vendégek hálóőre mutatott be egy óriási bravúrt. A 84. percben megbosszulta magát a sok kimaradt hazai lehetőség, ugyanis egy gyors egerszegi akció végén Babati alapvonali beadása után Délceg gurított 2 lépésről a hálóba. Bizony baj lehet. Hú, mekkora mentés volt Ízintől, megint jön a labda középre és 1-1. A kövesdiek a hajrában is kialakítottak 2 nagy lehetőséget. A 87. percben Burány lőtt a kapu mellé óriási helyzetben, míg a rendes játékidő utolsó percében Kulcsár sarokrúgását követően Ízing fejelt kevéssel a kapu fölé, az eredmény azonban már nem változott a lefújásig. A találkozó utolsó percében Takács utánrúgás miatt piros lapot kapott, így a hazaiak létszámhátrányban fejezték be a mérkőzést. A végeredmény Mezőköves Zsóri, Zalaegerszegi TIE FC 1-1. Első félidő talán az eddig legjobb első félidőnk volt itt a mérkőzéseket visszatekintve. Nem beszélve, hogy egy jó ellenfél ellen tudtunk egy ilyen 45 percet produkálni. Itt sajnos itt nyilván nem arra fogjuk, de egy sajnálatos sérülés történt, ami egy picit visszavetett minket a másik félidő elején, viszont ott is átvettük utána a játék irányítás és voltak lehetőségeink, utolsó passzainkba csúszott hiba. És itt igazán most fordulópont, nem fordulópont, tehát egy megadott 11-es, nem lehet negatív fordulópont, azért abból jól kell kijönni, hogy azt mondom, ha mi ki is adjuk a büntetőt, nem törvény szerű, hogy a semmiből igazán kiegyenlít még az ellenfél, és ezt még megspékeltük egy buta kiállítással. Én igazán nem is a 2 pont, ami fájó nekem, mert nyilván nagyon fájó, hogy nem lett meg a 3 pont, és ebben a kiérezett versenyben minden pontnak jelentősége van, hanem ami nekem probléma, hogy lehet, hogy most többet vesztettünk, mint ez a
győzelemnek az elszalasztása. Első félidőben Tényisfalut jobban tiszteltük az ellenfelet, ahogy kellett volna, nem mertünk bátran futballozni, de második félidőben irányítottunk, ott volt a Wittmannnak ajtóablak zicsere még 1-0-nál a 11-es előtt. Való igaz, hogy ha a 11-est berúgják, akkor elméletileg eldőlt a mérkőzés, de az mindenféleképpen a csapat nagy pozitíuma, hogy az utolsó percig győzelemre játszott, tehát egy-egy után sem arról szólt a történet, hogy nem akarunk nyerni, akkor is próbáltunk menni előre. Mindenféleképpen maximális dicséret illeti a fiúkat, az egy pontért is. A Mezőkövesd a negyedik helyen áll 19 ponttal, míg az Alegerszeg 15 egységgel a hetedik a tabellán.